Bunum TV, Magyarország első magyar nyelvű közösségi katolikus televíziója. Kérjük, hogy imáival, önkéntes munkájával és adományaival támogassa a televízió további fejlődését. Második János Pál pápa 1991-es magyarországi látogatása új korszak kezdetét jelképezte, mondta Erdő Péter bíboros a pápa tiszteletére elhelyezett emléktábla megáldásakor augusztus 22-én a Budapesti Szépművészeti Múzeum előtt. Második János Pál pápa látogatása egy új korszak kezdetét jelképezte. Ha Szent István idejében a magyarság belépett a keresztény Európa nagy családjába, 1991-ben az ország visszatért az európai népek eleven közösségébe. Sok nehézség, kudarc, gazdasági, társadalmi bizonytalanság, a születések további csökkenése, a képzett emberek és a fiatalok jelentős elvándorlása az új idők gondjait fejezi ki. De ahogyan nem hagyta el népünket az isteni gondviselés más nehéz időkben, úgy bízhatunk benne, hogy nem maradunk magunkra napjainkban sem, hanem Istenben bízva és az ő kegyelmével nézünk szembe az új idők embert próbáló kihívásaival. A magyar és angol nyelvű tábla II. János Pál pápa magyarországi látogatásáról, illetve a Hősök terén 1991-ben általa celebrált szentmiséről emlékezik meg. A pápa címerének vésetét is tartalmazó mészkőtábla a Szépművészeti Múzeum előtti zöld felületre került. A tábla elhelyezésének pénzügyi fedezetét a fővárosi önkormányzat biztosította. Tarlós István főpolgármester rámutatott, mintegy két hónappal a megszállók távozását követően II. János Pál pápa a Hősök terén tartott szentmiséjében a frissen kivívott szabadságnak a megőrzésére hívta fel a magyarokat. Az eseményen részt vett Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius, Mádl Dalma asszony, Papcsák Ferenc a 14. kerület polgármestere, Bán László a Szépművészeti Múzeum főigazgatója és Zsigmond Attila a Budapesti Történeti Múzeum Budapest Galéria igazgatója is. Erdő Péter bíboros teljes beszédét a Bunum TV Beszédtár című műsorában nézhetik meg a www.bunumtv.hu oldalon. A Bunum TV-t keresse és kérje kábel szolgáltatójánál.